Vadai Ágnes a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit csinálnak, mit osztanak, hol osztanak, milyen pénzből osztanak? Mai nappal indult el a Demokratikus Koalíció karitatív hete. Az ország legkülönbözőbb pontjain, szinte valamennyi megyében a Demokratikus Koalíció szervezetei a saját pénzükből, az összegyűjtött adományokból, valaki papírgyűjtésből, tehát elment effektíve papírgyűjteni, beadta és ebből szerzett pénzt, és ebből tartós élelmiszert, mesekönyvet, játékot osztunk, ruhát osztunk, valahol főzünk, és január 22-én csütörtökön délután 2 órakor pedig a Blaha Lujza téren 1000 adag ételt, belegételt fogunk kiosztani. Miért pont most? Nyilván a segítség minden napszakban és minden évszakban jól jön, de jellemzően az ilyen típusú adományosztások, adományok és ételosztások, azok az ünnepek előtt szoktak történni. Igen, mi is láttuk, és ugye az ünnepek idején is, az ünnepek környékén is osztottak a Demokratikus Koalíció tagjai, támogatói mindenféle csomagot egyébként azoknak, akik rászorulnak, de pont azért, mert azt látjuk ma, hogy ellentetben a kormányzati propagandával, amelyik azt mondja, hogy egyébként Magyarországon mindenki jobban él, hogy csökkent a szegénység. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy nem, bizony most már az év minden napján szükség van valamilyen segítségre, legyen az tartós élelmiszer, vagy éppen meleg ételosztása. Úgy gondoltuk, hogy pont az ünnepek után, amikor talán már kevésbé foglalkoznak ezzel az emberek, hiszen ahogy ön is mondta, az ünnepek környékén van az, amikor inkább osztanak csomagot, vagy éppen főznek meleg ételt a rászorulóknak. Mégiscsak tél van, bár enyhébb tél van, de azért egy adag étel, vagy tartós élelmiszer, vagy ruha, az mindig jól jön azoknak, akik rászorulnak. Te már említett, hogy a kormány propagandájával ellentétben csütörtökön volt vendégem Rétvári Bence államtitkár. Ő szó szerint azt mondta, hogy csökkent a szegénység Magyarországon. Én nem kezdtem vitába, hogy most akkor beszéljünk a számokról, hogy 4,2 millió vagy 3,6, mert hogy ez már nem arról szól, tehát tudjuk, hogy nagyon magas, és szerintem ezt Magyarországon már mindenki tudja a számokat. Szándékosan nem számokról akartam beszélgetni, hanem azt akartam hallani, és azért is ismételtettem el még egyszer az államtitkárral, hogy tényleg jól hallottuk-e, tényleg komolyan gondolja a kormányzat, hogy csökkent a szegények száma, és tényleg így gondolják. Még azt is elmondta, hogy a közmunkából kapott bér az kétszer akkora, mint a segély, és abból majd jól vásárolni fognak az emberek, és nem szegényednek. Tehát az, hogy a szegénység helyzete az drámai Magyarországon, az azt gondolom, hogy nem csak a statisztikák támasztják alá, hanem hogyha az ember kimegy az utcára, nem csak falvakba, kis településekben, Budapesttől messze lévő településeken, hanem a fővárosban is abszolút tapasztalható egyébként ez a lecsúszás, de drámai az a cinizmus, ahogy a magyar kormány ehhez az egész problémához hozzááll. A kormánypárti politikusok tényleg rendre azt mondják, hogy Magyarországon minden jobb, hogy a legszegényebbeknek egyre jobb, közben pedig azt látjuk, hogy amikor volt a hosszú téli szünet, most nagyon hosszúra sikeredett, akkor az tényleg nagyon komoly problémát okozott, különösen a gyerek szegénység esetében. Ott voltak olyanok, akik szó szerint napokig nem jutottam meleg ételhez. És csak... Nem volt iskola, óvoda, tehát nem volt hol enni. És azért nem volt hol enni, és viszonylag kevés önkormányzat volt az, amelyik a szűk költségvetéséből föl tudta azt vállalni, hogy egyébként ekkor biztosítja mondjuk a meleg ételt. Miközben a mi számításaink szerint azért mondjuk olyan tényleg 50-60 milliárd forintból nem egyszeri alkalommal, hanem nagyjából meg lehetne oldani, hogy az, hogy az év minden napján jusson meleg étel egyébként a legszegényebb gyerekeknek. Csak összehasonlításként szeretném mondani, hogy ez a kormány 180 milliárd forintot költ stadionokra. És egyébként pedig aztán rájöttek, hogy csak kéne erre a problémára valamennyit költeni. Az ismereteink szerint lesz egy 34 milliárdos projekt a következő 5 évben, gyermekéhezés felszámolására. Tehát 5 évre 30 milliárd? 34 milliárd, és ez azért érdekes, mert 30 milliárdot az Európai Unió ad. 4 milliárd lesz az, amit a kormány ehhez hozzátesz. Tehát, hogy így gondolkodnak erről az ügyről, miközben én elhiszem, hogy nagyon elfoglaltak a kormány tagjai, hiszen rendkívül sok sületlenséget, amit beszoktak terjeszteni az országgyűlésbe, ahhoz tényleg tehát rendkívüli elfoglaltság kell. De néha a fűtött irodáikból kifáradnának, és Kossuth tér környékéről egy kicsit beljebb mennének az országba, és szétnéznének, akkor azt tapasztalnák, hogy
Ma már nem arról beszélünk, hogy itt pár száz gyerek az, aki éhezik. Itt most már százezres, már most már félmilliós nagyságrendről beszélünk. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy nagyjából 500-600 ezer gyerek az ma Magyarországon, aki valamilyen szempontból nélkülözés. Most még nem arról beszélek, hogy mondjuk nélkülözők közé sorolnám azt, aki nem eszik minden nap gyümölcsöt, miközben kellene, hogy minden nap egyen mondjuk egy gyerek gyümölcsöt. Éhes. Igen, igen. Tehát nem változatos táplálkozás nem az életéből, beszélünk, meg a vitamindus, hanem arról, hogy éhes, mert nem jut neki, ha nincs iskola, akkor meg vagy óvoda, akkor meg olyan helyzet áll elő, amit azt gondolom, hogy nem politikai kérdés. Tehát ez tényleg nem politikai kérdés. Én nem hiszem el, hogy a jobboldali politikusok egyébként egyetértenének azzal, hogy hagyni kell ezt a problémát menni, és akkor el kell ezt elérni. Valaki mégiscsak hagyja ezt a problémát menni, hogyha nem tesz ellene. Én azt gondolom, hogy ez nem jobb és baloldal kérdése. Ez nem kizárólag a demokratikus koalíció, ugye. A jó hír ebben az egész rossz helyzetben az az, hogy ha Magyarország valamiben tényleg jobban teljesít, az az, hogy egyre többen ismerik azt fel, hogy segíteni kell. Hogy aki szegény, az is összegyűjti ha máshogy nem 5 forintokból, és segít a nála szegényebbnek. Hogy az adományozás kultúrája az elindult Magyarországon. Mindazonáltal azt látod, hogy ezt a problémát még a demokratikus koalíció és más párt sem tudja csak karitatív ezek héttel megoldani. Ezt költségvetési pénzből kellene megoldani. Viszont ha már a fűtést és a fűtetlen szobát vagy lakásokat említettük, hát önök is beszálltak a rezsicsökkentés harcba, sőt, most már licit is van. Ma önök és az MSZP is azt követelte, hogy na hát akkor itt az ideje, hogy csökkenjen a gázár. Eddig ez a Fidesznek volt a jelmondata. Igen, de lenne esetben ugye a piaci alapú rezsicsökkentésről van szó, tehát arról az esetről, amikor egyébként a világpiaci folyamatok diktálják azt, hogy legyen változás és legyen csökkentés, nem pedig megérkezik valaki lóháton rezsibiztosnak magát nevezve és hirdeti ki, hogy akkor már pedig mostantól akár a piaci folyamatokkal is szembe megyünk. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor van az, amikor le kell ülni és elemezni kell a világ gazdasági eseményeket, és abból lehet azt a következtetést levonni, hogy akár a földgázárát is lehet csökkenteni, meg mi hozzátettük, hogy természetesen az áfát is lehetne csökkenteni, mert 27%-os áfával, ami egyébként ugye az áfa, az mindig a legszegényebbeknek terhelő legnagyobb adó, az Európában, Magyarországon a legnagyobb. Tehát például, ha visszatérünk a szegénység elleni küzdelemhez, akkor már is mondhatjuk azt, hogyha áfát csökkentene a kormány. Az élelmiszerek áfáját. Például az alapvető élelmiszerek áfáját, és mondjuk aki jobban keres, vagy sokat keres, mondjuk országgyűlési képviselők, azok szolidaritási adót fizetnének, mint annak idején, mondjuk a Gyurcsány kormány idején, amikor bizony a két kulcs mellé még volt egy 4%-os szolidaritási adó, szerintem nagyon helyesen, akkor lehet, hogy változnának ezek a szegénységi mutatók. De addig, amíg egyébként valójában papíron van rezsicsökkentés, mert egyébként amit adtak a rezsicsökkentéssel, azt beszedték az áfával, és beszedik most már egyéb más, hogy mondjam, fizetési kötelezettségekkel, meg terhekkel, addig azt fogjuk látni, hogy a magyar társadalom végzetesen el fog szegényedni, és erre semmilyen rezsicsökkentés nem ad megoldást, erre nyilvánvalóan egy újfajta gondolkodás, egy másfajta kormányzati mentalitás kell, ahol nem a stadion az elsődleges, hanem mondjuk az éhező gyerekek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.